És már is köszöntöm a stúdióban Dúró Dóra, elnök helyettes asszonyt a Mi Hazánk mozgalomtól. Jó reggelt kívánok! Aki oktatáspolitikus, és itt van velünk. És ma reggeli kérdezőtársunk pedig Tarnay Kristóf Ábel, a hvg.hu újságírója. Szervusz, jó reggelt, édesások! Köszönöm szépen, és májusban, amikor ugyanitt kérdeztem önt, akkor ugye státusztörvényről beszéltünk, és akkor ha azt mondta, hogy nem tartják a módosításokkal sem elfogadhatónak a státusztörvény, de nem tartják jónak azt a stratégiát, hogy ha nem jó az egész, akkor a részeit sem változtassuk meg. Na most akkor azóta elfogadták, Novák Katalin aláírta, ugye már magyar közlönyben is megjelent, úgyhogy feltenném a kérdést, sikerült-e megváltoztatni a részleteit érdemben? Bizonyos részletei változtak, és ezt mindenképpen előremutatónak látom, ha nem is közvetlenül Mi Hazánkos módosítójavaslatot fogadtak el. Zárójelben megjegyzem, hogy kizárólag az LMP és a Mi Hazánk volt az az ellenzéki pártok közül, amelyik egyáltalán nyújtott be módosítójavaslatot, és vette ezeket erre a fáradtságot. Ezeket végül elfogadták? Tessék? Ezeket végül elfogadták? Nem, ezeket mondom, hogy közvetlenül ezeket nem fogadják el, de hát ezt láttuk már ezerszer, ez a stratégiája a Fidesznek, hogy az ellenzéki módosítójavaslatot leszavazzák, aztán sajátként benyújtják ugyanazt. Most ez sem történt meg egyébként. Viszont amit például Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke felvetett az óraszámok fixálásával kapcsolatban, az például előremutatóként belekerült a törvénybe, ami érdemi változás, úgy gondolom, az eddigiekhez képest. Tehát az, hogy eddig sávosan határozták meg a pedagógusok heti óraszámát, és 22 és 26 között ingadozott, ez igazságtalan volt a munkaterhelés szempontjából, hiszen heti óraszámról van szó, de gondoljunk bele, hogy azért heti 4 tanóra megtartásával többért is ugyanazt a fizetést kapta meg valaki. Másrészt persze lehetett érvelni emellett a rendszer rugalmassága miatt, tehát mind a kettő mellett szólnak érvek. Most az igazságosság döntött, és én is azt tapasztalom, hogy a pedagógusok körében is ez népszerűbb, ez a fix óraszám, mint volt ez a nagyon nagy sávosítás, tehát történt igen előrelépés azóta is. Ugyanakkor azért rendszer szinten az oktatás problémáit nem oldja meg a státusztörvény, sőt, súlyosbítani fogja például a pedagógus hiányt, amiről ugye itt a felvezetőben is volt szó, mert valóban nem csak az a probléma, hogy kevesebben lépnek be friss diplomásként pedagógusok a rendszerben, mint ahányan nyugdíjba mennek, és ez több ezres különbségről beszélünk minden évben, hogyha csak ezt a két számot vesszük figyelembe, de hát a pályaelhagyókról is szót kell ejteni, akik már most is a státusztörvény hatályba lépése előtt több százan, vagy akár az ezres nagyságrendet is elérheti a különböző sajtóban megjelent információk alapján, tehát sajnos azt tapasztaljuk, hogy a pedagógus hiány csak növekedni fog, ami várható is volt sajnos ettől a törvénytől. Meg vagyunk? Ezzel a kérdéssel? Ezzel a kérdéssel? Tudok még beszélni, hogy... Jó, mert akkor szerintem Erasmusszal menjünk tovább, ha már oktatási téma, méghozzá azzal, hogy ugye van egy alapvető vita azzal kapcsolatban, hogy mi a jó megoldás, az, hogy most foldozgatja a magyar kormány az alapítványi fenntartású egyetemek kuratóriumában ülőkre vonatkozó szabályokat, hogy akkor életfogytig, vagy bizonyos időig, hogyha valakinek volt politikai tisztsége, akkor utána hány év teljen el. Ez a jó megoldás, vagy úgy, ahogy van, mondjuk a Mi Hazánk ellenzi azt, hogy politikához valaha valakinek köze volt, akkor beüljön egy kuratóriumba? Nem feltétlenül kell teljesen kizárni azt, hogyha valaha is köze volt politikához, mert sokan egyébként úgy érkeztek be a politikába, hogy egyetemi világból érkeztek, mondjuk, és az teljesen indokolt, hogyha valakinek van egyetemi múltja is, egyetemi oktatói múltja, vagy vezetői múltja, akkor egy ilyen alapítvány kuratóriumába akár beüljön. Az alapvető probléma az, hogy ez az ügy a magyar kormánynak nem volt olyan fontos, hogy bármilyen érdemi lépést tegyen. Ez az egyik. Tehát januárban már a sajtóban is lehetett arról olvasni, hogy probléma lesz az Erasmus ösztöndíjakkal, ha nem sikerül megállapodásra jutni a bizottsággal. Most ezután januárban ez megjelenik, és csak májusban vagy júniusban küldi el a magyar kormány az Európai Bizottságnak az ő javaslatát, ez felháborító. Ez felháborító. Miért nem fontos annyira ez az ügy? Az egész oktatási rendszer nem annyira fontos, úgy látszik, akár a státusztörvény kapcsán is ezt látjuk, akár a forrás kivonások tekintetében. Tehát hogyha egy terület fontos egy kormánynak, mondjuk... Akkor miért ragaszkodik a kuratóriumi pozíciókhoz? Hát a pénz miatt. A vagyon oktatás miatt, vagy azért, mert így fizeti ki azokat az embereket, akiket odaültet? Mind a kettő. Nyilván hatalmi potenciált jelent ez is, hogy kik ülnek ezekben a kuratóriumokban, és kik azok, akik döntenek az egyetemek életéről, akár pénzügyi kérdésekben is. Tehát az, hogy most
az Európai Bizottsággal folytatott húzavona kapcsán egy hónapja nem válaszol a bizottság, akkor a magyar kormánynak is jó reggelt kívánok. Igen, tehát bocsánat, erre ugye most azt mondták, és ugye erre azt jutott a válaszolni, hogy ez valóban egy szigorúbb elbírálás, hogy a bizottság már csak majd elfogadott törvényt szeretne hát megbírálni, ami ugye azért furcsa, mert például az igazságügyi reform esetén nem volt ennyire szűk a mozgástér. Ön szerint életszerű-e az, hogy szeptemberi szemeszterkezdésig elfogadják az ezzel kapcsolatos törvényt, ugye végigmegy a bizottságon, a tanács, stb., és eljutunk ide. Ugye ez azért több helyen megjelent a sajtóban, hogy kicsi a valószínűsége. Nem tudom, hogy ön hogy látja, lehet-e addig, akár ugye a svéd NATO csatlakozás is miatt is elvileg rendkívüli parlamenti ülés, ugye akár lehet. Tehát nem tudom, hogy lát erre bármi esélyt. Hát az elvi lehetősége jogilag meg lenne annak, hogy elfogadja akár a bizottság és a tanács is ezeket a dokumentumokat, amit hogyha a magyar parlament szintén nyári ülésszak vagy rendkívüli ülésen elfogad, akkor erre sor kerülhet. Ugyanakkor itt a szándék hiányzik, én úgy látom leginkább, és a bizottság részéről is, mert azért ez is egy ócska kifogás, hogy csak elfogadott törvényt véleményeznek. Hát több fordulós tárgyalások voltak, több jogszabály kapcsán a bizottság és Magyarország között, amikor nem voltak ennyire finnyásak, hogy Magyarországon ezeket a jogszabályokat. Sőt, kifejezetten a beterjesztés előtt egyeztek meg, és azt a törvényt terjesztette be a Magyarország gyűlésnek az igazságügyi minisztérium, amiről megegyezés. Bizottság, mert akkor azt értjük, hogy a magyar kormány részéről mi a motiváció. A bizottság részéről ön szerint mi lehet a motiváció? Miért nem akarnak megegyezni? Hogy politikai támadást intéznek Magyarország ellen, igen, teljesen egyértelmű. Nem csak ebben az ügyben, hanem számos más kérdésben. Tehát, hogyha ugyanezeket a mechanizmusokat végigfuttatnánk a többi ország esetében, ha akár csak a környező országokat nézzük meg, és azokat a kisebbségi jogokat, amik a magyar közösségeket megilletik, illetve nem illetik meg, ugyanilyen eljárásokat lehetne kezdeményezni Szlovákiával. És azért, mert ugye ön is az alapvetően úgy értelmeztem, hogy azért jogosnak vette például a kuratóriumokkal kapcsolatos kritikát, csak azért kérdeztem vissza, hogy te akkor ezt mennyire politikai alapú. A mi hazánknak van egy olyan elvi álláspontja, hogy a Brüsszelből érkező Magyarországra vonatkozó kritikákat mi a szuverenista álláspont képviselőiként elutasítjuk élből. Teljesen mindegy, hogy annak mi a tartalma, vagy mi nem a tartalma. Mi úgy gondoljuk, hogy minden olyan ügyben, ami a tagállamoknak a hatáskörébe tartozik, ott a tagállamok szuverénen dönthessenek. De uniós források elköltése az azért nem csak a tagállamok hatásköre. Ugye itt alapvetően arról van szó, hogy ők nem látják transzparensnek az uniós csereprogram források elköltését. Csak kérdezem, hogy más országokban ez mennyire transzparens. Tehát megint ordító kettős mérce van, nem hiszem, hogy Bulgáriában, Romániában, vagy nem akarok kipécézni országokat. Tehát azért Magyarországon igen, probléma a korrupció, de szerintünk nemzeti hatáskörben kellene ezt megoldani, ez az egyik. A másik, hogy azok a kifogások, amiket például a korrupció ügyben az Európai Bizottság Magyarország felé megfogalmazott, én nem gondolom, hogy mondjuk az integritás hatóság felállításától majd Mészáros Lőrinc kevesebb közbeszerzést. De ez akkor hogy oldjuk meg nemzeti hatáskörben? Hát pont ez volt a nemzeti hatáskörű úgymond válasz a kormánynak. Hát a kormánynak ez volt a válasz, de hát ez egy gyenge válasz. Hát például a korrupció ellenes ügyészséget kellene külön felállítani, ami nem Polt Péter vezetése alá tartozik. De hát ez mennyire valószínű, hogy a kormány ezt szeretné? Nyilván nem valószínű, de hát attól még szerintünk ez lenne a megoldás, és nem az, hogy a Brüsszelben tolba mondott törvényeket elfogadják. Ráadásul ez egy arcvesztés is a kormánynak, amelyik nagyon sokszor szabadságharcosként tünteti fel saját magát Brüsszellel szemben, aztán szépen megszavazza ezeket a törvényeket. A svéd NATO csatlakozásnál ugyanezt történik, amint Törökország beadta a derekát, Magyarország és Svédország viszonyában gyakorlatilag semmi nem változott meg, tehát eddig a magyar kormány ilyen-olyan mondva csinált indokokkal blokkolta a svéd NATO csatlakozást, majd amikor a török elnök bejelenti, hogy ők hozzájárulnak, akkor hirtelen Szijjártó Péter is felteszi a kezét, és Magyarország is hozzá fog járulni a svéd NATO csatlakozáshoz. Ez megint egy arcvesztés a kormány részéről, és azt mutatja, hogy enged ezeknek a nemzetközi szervezeteknek, ezek nyomásának. Szerintünk ez nem helyes, hogyha a magyar érdek az, vagy azt tartjuk világpolitikai érdeknek, hogy Svédország ne legyen a NATO-nak a tagja, akkor emellett az álláspont mellett ki kellene tartani a kormánynak. Nemzetközi fórumon igen élesen fogalmazott Ukrajnával szemben, nevezetesen, hogy nem tiszteli a kisebbségi jogokat. Nem gondolja azt, hogy ennek a kritikának van helye, csak nem most?
Nem gondolom. Én úgy gondolom, hogy magyar képviselőként a minden nemzetközi fórumon a magyar kisebbség helyzetét szóba kell hozni, és én a magam részéről ezt meg fogom tenni. Az EBSZ plenáris ülésén tett felszólalásomról van szó, amikor is sérelmeztem azt, hogy senki nem beszél arról, hogy Ukrajna milyen módon sértette és sérti meg a kisebbségi jogokat. És itt nem kis jogsérelmekről van szó, vagy nem is egyéni jogsérelmekről van szó, hanem kollektív kisebbségi jog sérelemről, például az oktatásban való nyelvhasználat, vagy a közigazgatásban való nyelvhasználat jogát. De erre utalt von der Leyen, aki azt mondta, hogy messze még a tagság Ukrajna szempontjából, tehát a NATO is, meg az EU is úgy tekinti, hogy a felkészülés terén Ukrajna még le van maradva. De... Pont, hogyha uniós tagjelöltek lesznek, akkor azért ezekkel kezdeni kell valamit. Hát épp, hogy uniós tagjelöltek már lettek, tehát a tagjelölti státuszt megkapta Ukrajna úgy, hogy az Európai Unió eltekintett attól, hogy ezeknek a feltételeknek meg kelljen felelnie Ukrajnának. És ez a precedens óvaint minket attól, hogyha egyszer már megtörtént, hogy a tagjelölti státuszt, amiben egyébként vannak országok, akik évtizedekig vannak tagjelölti státuszban, Ukrajna megkapta úgy, hogy eltekintettek a feltételektől, akkor félő, hogy a tagságot is megadnák nekik úgy, hogy eltekintenek ezektől a feltételektől, ezért fontos nekünk napirenden tartani a magyarság ügyét. Ugyanerre a kérdésre akartam az EBSZ plenáris ülésén elhangzott rákérdezni, csak olyan szempontból, hogy nyilván a Kárpátalján élő magyarok is érzékelik ezeket a jogsértéseket, de valóban ők, mintha most azért elsőbbrendűnek tartanák azt, hogy Ukrajna ezt a háborút megnyerje, és ezt például egyikük, ugye Fegyér Sándor is megfogalmazta, zárójel, ugye ő az, akit Ukrajna Budapestre küldene nagykövetként, hogyha Novák Katalin aláírná az ő befogadó nyilatkozatát, és ő úgy fogalmazott, hogy egyre többen harcolnak magyarok, kárpátaljai magyarok is a Ukrajnáért ukrán zászló alatt, de büszkén, úgyhogy magukra tépőzárazzák a magyar zászlót is. Tehát, hogy ők egyáltalán nem úgy állnak ehhez hozzá, hogy őket kényszerből elviszik, és ne akarnák azt, hogy Ukrajna megnyerje a háborút, ellentétben azzal, amit ugye önök mondanak, hogy azonnali tűzszünet és békekötés kellene, még az Ukrajnában élő magyarok sem akarják ezt. Hát nem feltétlenül, nem tudjuk, nem készült reprezentatív kutatás arról, hogy az Ukrajnában élő magyarok mit szeretnének, ugyanakkor az látható, aki harcol, az valószínűleg igen, azt szeretné az élete árán is, hogy Ukrajna győzzön. Ez néhány ember, tehát ott egy több százezres közösségről beszélünk, és néhány százan lehetnek, akik mondjuk a frontokon effektíven harcolnak magyarként, de az látható volt, hogy az elmúlt években is, és nem csak most a háború kitörése óta, hanem az elmúlt években is nagyon súlyos jogsértés érték a Kárpátalján élő magyarokat, amik ellen persze, aki felszólalt, a magyar kisebbségnek a vezetői, őket személyesen is meghurcolták, sőt, elég erőteljes jelzés volt az ukrán kormány részéről. Persze, de a kettő együtt lehet igaz, hogy ők ezeket érzékelik, és ettől függetlenül nem osztják mondjuk azt a mi hazánkos álláspontot, hogy itt azonnal a békének kellene kitörnie, akár területvesztés árán is. Én úgy gondolom, hogy megosztott lehet a kárpátaljai magyarság ebben a kérdésben. Persze nem gondolja 100% azt, hogy az a legjobb, de Magyarországon sem gondolja egy ügyben sem a 100% azt, hogy az egyik álláspont vagy a másik álláspont a jó. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy nekem az a feladatom magyar képviselőként, hogy ezeken a nemzetközi fórumokon felszólaljak a magyarság érdekében, és igyekezzek megszüntetni ezeket a jogsértéseket, ráadásul felhívni a nemzetközi közvéleménynek a figyelmét, hogy ezek egyáltalán léteznek, és megtörténtek az elmúlt években. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat egy 50 oldalas jelentést készített a Kárpátalján történt jogsértések kapcsán, ami egy elég komoly anyag és elég komoly munka, úgy gondolom, és ezeknek a feltárásáért ez köszönet illeti őket, és ezt én igyekszem a magyar közvéleményben is minél több emberrel megismertetni, és a nemzetköziben is, hogy ezek létező konkrét esetek, és a 21. században a kárpátaljai magyarságnak kollektív joga is sem biztosítottak, és Ukrajnának a nyugati integrációjáról szól a teljes közösség. Még egy villámkérdés, ha jól érzékelem. Igen, július 6-án megjelent az első szivárvány színű pad, amelyet rögtön lefest, egy hetet sem élt meg, rögtön lefestettek nemzeti színűre. Miért gondolják azt, hogy az, aki átfesti a nemzeti színre lefestett padot, az nemzeti jelkép megrongálása miatt kell, hogy feleljen? Én úgy gondolom, ez egyértelmű, hiszen a nemzeti színűre festett padon a magyar zászlónak a színei találhatók meg, és úgy gondolom, nem is a jogi következménye. De a hivatalosságon akkor... kívül került már alapból oda, hiszen ugye nem az önkormányzat festette oda.
világos, de attól még a magyar zászlót, hogyha én teszem ki valahova, attól az még egy magyar zászló, tehát ha nem hivatalos szerv teszi ki, akkor is egy magyar zászlóról van szó. De az egésznek úgy gondolom a politikai és az üzenetértéke az erősebb, hogy ha valaki úgy gondolja Magyarországon, hogy egy nemzeti színűre festett padolt át kell festeni szivárvány színűre, az elég nagy probléma, és hogyha ez jogilag nem is fogja megállni a helyét, mert látjuk azt, hogy a hatóságok azért elég erőteljesen védelmezik az LMBTQ lobbit Magyarországon. Hát eredetileg nem nemzeti színű volt, eredetileg szivárvány színű volt a pad. Nem, hát eredetileg barna volt ez a pad, hát most festették át a barnából lett szivárvány színű, szivárványból lett zöldfehér, szivárvány, zöldfehér, barna, nemzeti szín. Igen. Nem úgy kezdődött. Ez történt. Igen, de a szivárvány színű zászlót, hála Istennek, egyelőre semmi nem védelmezi, tehát ez nem egy nemzeti jelkép, az egy nemzetközi mozgalomnak a jelképe. Mondjuk a szólásszabadság védelme esetleg védelmezi. De hát nem olyan mértékben, mint a nemzeti jelképeinket is, és kikérem magamnak, hogy egy lapon említsük ezt a kettőt, tehát ez döbbenetes. Mi szeretnénk fellépni minden lehetséges módon az LMBTQ lobbival szemben. Valószínű ebben az ügyben is azt fogjuk tapasztalni, hogy a hatóságok védelmezik, ahogyan például ugye a Pride időpontjára ugyanakkor bejelentett a Mi Hazánk mozgalom ugyanoda egy tüntetést, és gyakorlatilag pofára azért... azt mondta Mert tavaly bejelentettek egy rendezvényt, ami nem tartottak rendezvényt. Ez nem igaz. Tehát jogilag ez nem állja meg a helyét. Tudom, hogy ezt mondják, de ez nem tartottak ott felvonulást? De nem. Tehát a jogi értelemben tavaly a Novák Előd magánszemély rendezvényről volt szó, most pedig Vékony Csongor. Ez nem visszaélés a gyülekezési joggal, hogy azért foglalok egy területet, hogy valaki másot ne tarthasson rendezvényt, függetlenül a tartalmától? Nem, mert az, hogy tavaly, hogyha ön bejelent valamit, és nem tartja meg a rendezvényt, és én egy év múlva ugyanolyan bejelentek valamit, akkor miért gondolja azt a hatóság, hogy én azt nem fogom megtartani? Ne haragudjanak, teljes jogi abszurditás. Egy konzekvenciát levonnék, bakancsos turistaház lehet, szivárvány színű pad nem lehet ma Magyarországon, legközelebb megbeszéljük ezt is, jó? Mindenki. Köszönjük szépen. Köszönöm a lehetőséget.